A 25 év feletti álláskeresőket, különösen a hátrányos helyzetűeket célozta meg az az Európai Unió által finanszírozott program, ami az Út a munkaerőpiacra nevet viseli. Tolna megyében is elindult a program 2015-ben, és eddig több mint 5000 főt sikerült abba bevonni. A projektet befejezők 66%-a a program után fél évvel nyilatkozott úgy, hogy dolgozik. Némedi Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője azt mondja, ez sikeresnek számít, különösen egy olyan csoportnál, akiknek a tagjai legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és közülük sokan korábban közmunkásként dolgoztak. A program révén egyébként eddig közel 1250 fő vált vállalkozóvá, 2700-an helyezkedtek el bér vagy bérköltség támogatással, 42-en lakhatási támogatást kaptak, 1100-an pedig valamilyen képzésen vettek részt, miközben támogatást is kaptak. A képzési jegyzékünk folyamatosan megtalálható a kormányhivatal honlapján. Nagyon széles körű skálán mozog, cukrász, pincér, bolti eladó, a férfiaknak hegesztő, targoncás, nagyon érdekes képzéseket tudunk ajánlani. Az úgynevezett ifjúsági garancia projektben a 25 év alatti nem dolgozó, nem tanuló fiatalok képzését, elhelyezkedését támogatják. Utóbbit 2200 álláskereső választotta, 2015 óta egyébként közel 4000 fiatalt fontak be ebbe a programba Tolna megyében. Horváth Kálmán kormány megbízott azt mondja, ezekre a munkaerőpiaci programokra több milliárd forintot kap a Tolna megyei kormányhivatal. Az ifjúsági garancia programban közel 5 milliárd forintot, ez körülbelül 4500 embert érint, még az úton munkaerőpiacra ott 7,1 milliárd forintról van szó, ez nagyjából 6000 embert fog érinteni. Mindkét program időtartamát meghosszabbították 2022 végéig, vagyis továbbra is lehet ezekre jelentkezni. Tolna megyében egyébként jelenleg közel 6000 ember van munkanélkül.